vagyis most Halló. Üdv mindenkinek, Gergővel vagyunk. Nézzük a Crumpy Dwarfs meccsét az AI-jel. Szia, Gergő! Hello. Egy kicsit későn került a meccs kiírásra, és mindenkitől elnézést kérünk. Szia, Cage! Sajnos a csapatok így tudták leegyeztetni a meccset, az AI nem volt elérhető. A gép meg is vette a fűrészesét. Igen, nem is figyeltem. Megvett egy bébet. Kapott kettő lónert. Na, valóban ott. Ott a fűrészes. Szinte minden meccsén megveszi ezt a sztárjátékost. Mondjuk használni úgy sem használja. Nem jól legalábbis. Meg minden morgó rajongónak mondom, hogy morgó fejlődött. Morgó felvett egy gardot. Az amúgy is univerzális képességeit továbbfejlesztette egyel. Na nézzük, mit válasz Parzi. Támadni fog, nyilvánvalóan. Fűrészt előreállít, ez durva. A géptől. Ugye sajnos nem mi vagyunk most a kontroll székben, nem tudjuk nézni a játékosokat. Ugye AI elleni meccset egyetlen egy módon lehet nézni, az pedig a Discord screenen keresztül, úgyhogy sorry. Jól látom, mindenkit előrakott, még a runnert is? Az egyiket. Ja, a másik lesz hátulóra. Oké. Okay. Ja, aha. Ma is van egy csere játékosa így a láncfűrésszel az AI-nak. Mondjuk valószínűleg fűrész nem sokáig marad játékba. Hát igen. Mert azt kell volt oda vinni, mert ő tudott volna segíteni, hogy mondjuk így jó. Valaki kell a trollszlayernek, a trollszlayer felveszi, hogy az ellenfél erejét a dunt lesz, akkor is kell még ott valaki, aki segít neki, hogy több kocka legyen. Na nézzük. Jó helyre pattant a labda. Drinki vál. Két kocka az ellenfél választ. Az is mind az lesz. Dunt lesz. Megdobta. És most van a baj. Most van a baj. Először kellett volna takarítani. De hát, mit számít Grumpynak? Megdobta megint. Eltolja. Egy az egybe üti az ogrét, de nem tudja földre vinni. Ez mondjuk jó, hogy bekerítette a fűrészt, mert a gép szerintem olyan buta lesz, hogy használja a stand firmet. Annak van, nem mindegyiknek van. Van. Elmutnak van. Ja, elmutat, aha. Elmutnak van.
páncéltörés. Stand. Még egy embert oda visz, akkor még három kocka is lehet. Ez egyértelműen. Páncélben stand. Már nagyon taposásra nézeget szerintem. Easy labda. Aha, szerintem is taposás lesz. Nem tetszik neki ez az okra, meg akarja blitzelni. Igen. Hogy jön a taposás, ez várható volt. K.O. Hát ha nem állítják ki, ja nem állítják ki, akkor ez most jó is. Akkor ennyi volt a láncfűrész erre a meccsre. Ja. Szia, Körci. Hogy körbevette a sok kis törpe a zogrét. Ja. Tyúkanyót. Hát ha Barzi tudna egy körbe kettőt is taposni, akkor szerintem megtenni. Az lehet. És az egy kockás blitz. Csak a jó szerencse miatt. Újra dobja, nem dobja újra. Új, és bent a páncél. Azt hittem meg is egy kicsit sérül. félelmetes volt. Ja. Így legy alapjában véve nem rossz kör a törpéknek. Az baj, nem ja. Tudjuk nyomon követni, az ott Zoltán. Látjuk, hogy Zoltán felé mentek most így. Nem látjuk, hogy a sztárjátékos hol van Morgó pontosan. Nehéz nyomon követni. Ott egy gyaloggalopnál labda, azt látjuk. Az AI rohangál össze-vissza. Megzavarodott. Ja. Zoltánt megblitzelik. Na, Zoltán az nem. Nem az a gyerek, aki megadja magát egy könnyen. Na, mindjárt jön az okre. Kupacol. Úgy érzem, a runnert fogja meg blokkolni. Nem, érdekes. Nincs bent a páncél, az jó. A törpéknek. Hát a segítséget akarod vinni egyik játékost ott a szélre, mondjuk a bal szélre el kéne takarítani. Ja, Az érdekes. Morgó guard előrébb lép, akkor már tud segíteni. Mond? Az érdekes mind a kettő csapatnak a
történelmébe, vagy nem tudom miébe, hátterébe, hogy mind a ketten inkább az ütögetés mennek, nem a labdára, szóval ez egy Ja. izgalmas meccs lesz. Na nézzük. Grumpy nyomja az ogrét. Hogy ne nyomja? Nem jött össze a Dauntless. De az egy kocka így is megvan. Gondolkozik rajta, hogy megrírolozza. Nem kell megrírolozni. De meg kellett volna. Hey. Egy tori. Most összejött neki. Hú, most fekszik az ugra. És bent a páncél. Micsoda? Még hogy Troll Slayer, Ogre Slayer. Krampi! És nem is tudta gyógyítani. Krampi! Többi csapat örülhet. Dead! Tudod ki örül igazán, aki legközelebb játszik az AI-jal? Tudod ki az? Hát én. Ja. Ez igen. Krampi, hogy agyon vágta már? És ez még csak a második kör, itt olyan pusztítások lesznek. Már nézés, hogy hogyan tapossa meg a következőt. Két szerint egy ingyen sugyi mosoly volt. Gergő, neked valaki írt spanyolul. Igen, basszus. Nem nyitotta meg a csetet. Várjál. Még egy páncél. Mit írt? Hosszú? Nem. Felolvassam. Bocsi, nem tudok spanyolul. Hogy mondjuk spanyolul, hogy nem tudok spanyolul? Mert szerintem spanyolul. Azt írta, hogy Ha matado alogro. Ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom. Nem tudunk spanyolul. Mondd neki, hogy nem tudunk spanyolul, Gergő. Ha ez spanyolul van. No hablamos español. Solo un poco. Very sorry. És egy újabb taposás, mert miért ne ezek után? És itt is bent lesz a páncél, úgy tűnik. Ó, Ó. de Az erdély molesztáltat, és nem is lett bent a páncél. hát kíváncsi leszek, hogy most a gép rá akar menni a labdára, mert rá tud, ha akar, de szerintem nem akar. Na, Cage lefordította. Vagy Cage ennyire jó spanyolul, vagy Cage tudja használni a Google Google fordítót. fordítót. Ah! Nagy. És mi az? Megölte az ogrét. Ja. De aztán most írta. Sí. Miért nem nyitom meg? Várj, megnyitom. Egy egész spanyol beszélgetést tudná folytatni. Basszus. És én nem vagyok ott. Elsa, 94. És már itt vagyok. Ha jól mondom. A nemzetközi viewereknek. Na, Drinkivel nézzük. A babokba ha nem esik el, akkor rá fogja tolni a labdásra, de elesik. Ja, bocsánat, másik ablakon nehéz ilyenkor ilyen viewer szemszögből nézni, hogy mi történik. Egy millió kocka.
kettes erő catcherre. Egy kockás blitz drink kiváltó. Na, megvan. Az egy kockás csoda. Páncél viszont nincs bent. És az a furcsa helyzet állhat elő, hogy lehet, hogy a törpék megszerzik a liga első touchdownját. Mármint, hogy az ő részükre az első touchdownt. Ja, még nem vittek. Szerintem még nem vittek touchdownt. Az mindegy, úgyis az okrekére fog mindenki emlékezni, nem az első touchdownokra. Az okrekia. Törpék labdát védnek, Zoltán oda ment a szélre. Azt mondja, Körci most jött vissza, azt mondja, hogy nem voltam, meghalt valaki? Meg, Körci, meg, az ogre. Megint egy szabálytalankodás? Én azt gondolom egyébként, hogy ez az egyetlen egy módja annak, hogy esetleg Parci elveszítse ezt a meccset, hogy sokat szabálytalankodik, az kiállítják a játékosai nagy részét. Ja. Hát nem tudom, annyira nem foglalkozik a géplabda, vagy talán még nem is veszít. Max döntetlenezik rosszabbik esetben. Ja. Szia Zoli. Betegeket szállítasz Körcet? Ilyen covidos akkor időben. Ők is nézhetik a meccset, az ja. Tök jó. Nyomjad nekik élőbe. Ó, egy kockás csoda. Na nézzük, beviszi-e, vagy még előtte ütöget egy keveset? Cage azt mondja, hogy nem kell Körcinek oda menni, mert nincs beteg, a meccsen nincs beteg, csak hulla. Igaz? És egy jó nagy darab szállító eszköz kell azokra. Ja, az kell egy. Elszállításon. Kell egy pár körci, hogy azt elvigyék. Az adrenalin löket, hogy itt az esély, hogy bevigye a labdát. Megint egy páncélterés. Ja, remélem azért nem csak az ogra halál lesz a az egyetlen sérülés. Egy kockás blitz. Nem morgó megy oda guardnak. Ez juicy. Az újonnan felvett képességét használja bent a tömegbe. Amúgy is univerzális játékos, még tovább fejlődött. Mondjuk sarokról kéne blokkolni, vagy blitzelni, mert második blitz az már segítség nélkül lesz, ha szükség lesz rá, de nem lesz rá szükség. Bam. Az AI játék stílus az kedves, úgy érzem a törpéknek.
Gyalog És galopp, vettem gyalog egyet. galopp, és fejlődni fog, gyalog galopp, és gyalog galopp bevitte. Gratula. Megszerezve ezzel a Grumpy Doorsnak első touchdownját. Erre iszunk. Random Cage az AI-t, mindig random választjuk. Múlt kariban ország volt. Igen. Gyere be. Oké. Okay. Helmutot kiállították, amúgy is KO-ba volt. Átrakták a halottok remellé. Csak így mihez tartás véget. Nem akarom elkiabálni, de nagyon jól áll a törpéknek most a dolog. Egy becsületes kis tisztességes sort felállított oda. Változik az idő. Ismét jóról jóra. Jóról jobbra. Hoppá! Milyen pattanásból, hogy elkapta a labdát, és jön is előre vele. Hogy egy ember hátrányban van most így az embercsapat. Nem félnek a törpéktől, mennek fogásba folyamatosan. Nem tanultak az előzőből. Morgót blitzelik emberek. Morgót leütötték. Mi van itt? Nincs bent a páncél. Hogy lenne bent a páncél? Ez nem is leütötték, csak lefeküdt magától. Kifutotta magát az első három körbe. Vagy négybe aztán. Kicsit lefeküdt pihenni. Ó, hát az easy rá tud menni a labdára, ha akar. Csak középen kell nyitni a egyet. Itt is vagyok. Szervusz! Az csak egy toli. De ez nem olyan rossz, ha oldalra tolja kifelé. Ó, nem a labdára kellett volna. Ha a labdára akar menni, akkor nem oda kellett volna a labda elé tolni. És az is csak egy toli. Gyakorlatilag a törpék felépítették az embereknek a cage-et. Na jó, nem teljesen, de... A labda így elérhetetlen távolságba került. Azért egy pár jó blokk még van itt bennük. Na, ez megvan. És úgy látom, a páncél is tört. K.O. Szí. Nice. Eleve a gondolat. Szia, Medi. Az... első blokkra, vagy a blitznél az első blokk még jó, a második már kicsit harapós lesz. A frenzi miatt. De nem érdekli Dinkivált.
Jaj. Ha én egy törpék, ha nem koponya, akkor... Hát igen, de koponya. De. Hát most az egy kockák rendesen büntetik a törpéket. De megijedtek, az emberek futnak visszafele. Ja. Ilyen vadállat Mondom, törpöket nem mindenki láttam. járna. Hogy basszus, ez ránk jött úgy, hogy két kocka, mi választunk vissza mindenki. Az megpróbált választani neki. Kezdi áthelyezni a támadást a szélére. Ó. Két zsálni tud. Az tiszta sor. És nincs bent a páncél. Szia, Dani. Igen, meghalt az ogre. A gép nem próbált taposni a gép, hanem hozott egy láncfűrészest a játékba. Egy Helmutot. Akit viszont a másik oldal kitaposott. Itt is az első blokk az jó, második már nem. Az első se jó! Az első se jó! Én a bal oldalit választom. Az a baj, hogy a kis kurtalábú törpék ott nagyon a szélén lemaradtak a másik oldalon. Azoknak egy örökkévalóság átérni a túloldalra, ha esetleg az AI elkezd futni előre. Hát már pedig benne van. Lehet, sose tudjuk meg. Majd de. Előtte nem. De meg tudjuk. Hoppá, tetszik látni? Kíváncsi leszek, hogyan védi be. Parti zoom-ol. Ez igen, Kégyel. Kégyel. Az alapokat tudja. Durva. Bekégyelt az AI. Na hát, már is több touchdown lesz, mint amire számítottam. Mert nem szállított egyre se. Ja. Hogy fejlesztenek az AI-on? Hát... reméljük, Cage, hogy a háromba igen. Már kicsit komolyabb lesz az AI. Nem tudom, itt a league-ben milyen nehézségi fokozaton van. Meg hogy egyetlen nehézségi fokozat mennyire számít. Nem vagyok benne biztos, hogy számít egyébként. Mármint olyan szempontból, hogy okosabb lenne az AI. Jaj. Max kocka dobás ügyileg. Igen, hogy jobbakat dob, mert amúgy... az AI-nak még van három darab rerollja. Hát igen. Jaj, ezek a go-for-itok, ebben mindig benne van egy egyes. Főleg, hogyha nincs rerollja az embernek, akkor úgy tűnik, mint hogyha többször dobna egyes, mint bármikor máskor. Minden távolság megkétszereződik, mi? Zoltán. Gyerünk hátra, Zoltán.
Segíts a többieknek. Az easy. Pazirak nincs taktika és süsüje. Az nincs. Ó, de van Grampia. Ó, ez megvan. Ja, nincs meg, mert dodge-a van. És extra... Ajjajjajj. Ott az egyes. Itt Grampi nyeli az egyeseket. Vagy hozza. Lóner! 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 Nagyszerű turnover. Utolsó kör. Nem is néztem. Ja. Nem, akár... Távolság. Lehet, hogy be tudja még vinni abból a távolságból. Mi az? 13 mező? Egy, de először felállítanám a másikat, mert... Te végül is be tudja vinni kettő extrával. Hát főleg úgy, ha Grampi föláll és megbiccel és tolja előre. Akkor tudod neki segíteni egy kicsit. Viszont ha hátulról itt szemből blitzeli meg, arról, igen, akkor ez... Egy kocka ugyan, de egy toli is nagyon jó. Ja. Vagy igen, úgy eltakarítgat embereket, és akkor tudok két igen. kockát is kialakítani. Úgy jó. Viszont azzal még le kell blokkolni még egyet. Ott igen. Hát, kettes erejű. Ja. Az easy. Jaj, ne őt! Ne őt! Elérébb toltuk a labdás játékost, az nem jó. A labdásnak hátrébb kéne lenni. Na nézzük az igazság pillanata. Ez szomorú. Egy taposás. Vagy egy blokk. Taposás vagy blokk. Vagy egyik se. Vagy cselezés. Vagy mindkettő. Az a baj, hogy egy simán ki tud cselezni. Nem simán, de ki tud cselezni. Inkább úgy mondanám. Két kocka ő választ. Meg van a rírója is. Igen. Egy-két kockát kialakított. Az meg is van. Páncél viszont nincs bent. Na nézzük, Drinkivel rámegy a két kockára. A blitzerre mondjuk kicselezhetne és ráfoghatna a labdára. Az én meglátásom szerint. És rámegy, figyeld, rámegy! Rámegy! Na nézzük. Hatot mozog a játékosa. Egy, kettő. Nem látjuk, az a baj. Érdekes. Hey! Káó. Atomot. Káoszták. A két gyógyítója van. Láttad? Nem is láttam ide. A labdás se blokkolt? Na. Akkor ennyi. Akkor egy nulla fogunk fordulni. Még jobban nem érdekli a testen. Az ogre halálát meg kell bosszulni. Csak sír, csak sír. Na.
Na, lekocognak a túlélők, Helmut is lemegy. Vissza se jön már. Vagy csak beül oda az ogra mellé. Van maradnak egy kávója. Egy kiállított és egy kávó. Ó, a kávó fölé, fölé lett. Reng a föld a törpék lába alatt. A sok balettáncos beszaladt. Gyakorlatilag így maradt az egy emberlőny, ugye egy kiállítva 10 a 9-re, ha jól számoltam. Blitz. Na nézzük. Mondjuk, hogy mindenki így elöláll. Így hop 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 hop. Egy cselsorozat. Odin húzik előre. De igen, Kölc, én is úgy gondolom, hogy Parcia közönségnek játszik. A törpék mindig a közönségnek játszottak, szerintem. Ott van Morgó. Morgót be kéne aktiválni. Nehéz megmondani, hogy miért őt nézte ki Morgó magának, de valamiért kinézte magának. Le is ütötte. És jönnek fölfelé a törpék. A hátul hagyott back is előre jön egy kicsit. Nem is foglalkozik a labdával. Ja. Ó, de. De hogy legelőről vitt hátra egyet. Hátulról meg volt egy játékos, azt meg előre hozta. A törpe blitzer rá tud fogni a labdára. Ó, Atomnak bent a páncél, de csak stand. Elér odáig. Mondjuk kell menni két góforítot. Szia, Áron. Az úgy nem. Viszont egy kocka, viszont Morgónak az elég. Ismerj meg Morgót. Gimli a sérült runner. És most már két kocka. Egyszerű blokkokkal szaladnak előre. Egy-egy mezőnyit. Igen, úgy alakult, hogy streamelünk most is, Áron. Törpék meccsét nem lehetett kihagyni. Na nézzük, megy-e még extra mezőnyit. Ó, igen. Na nézzük, az utolsó. Ó, igen, és az is megvan. Odin ráfogott a labdára.
Easy, Zoltán, easy. Boom. Stand. Taposás? Szia, Szenor. Időben vagy, persze. Hát attól függ. Arról lemaradtál, hogy Zogra meghalt. De egyébként is igen időben vagy. Oh, easy. Drinkivel. Igen, Áron. Már voltak elhullások, úgyhogy 10 a 9 ellen. A törpik ellen szerintem akármennyi unfair. Megpróbálja felszabadítani a labdát. Odintól. Megy is neki. Hű, de nagyot kapott Odin. Stand. Ahogy szereztek touchdown, nem a labdára mennek? Véletlen szerintem. Eddig még nem szereztek touchdown, ez volt az első touchdownjuk még így a ligában. Sokak szerint lefelé akartak futni a pályáról, csak véletlenül náluk volt a labda is. Így bevitték. Hogy két kocka az ellenfél választ? Mi volt ott? Mit nem láttam én? Hát szerintem a gép az úgy jelölte volna ki, hogy belép a másik ember játékosnak a terelési zónájába. Kicsit megtévesztő. Wow. Na még egy-egy kockája lesz rá, reroll nélkül. No, még egy tori. Igen, Áron, AI elleni meccset csak így lehet nézni. Kép a képben funkció, igen. Sajnos máshogy nem megoldható az AI elleni meccsek közvetítése, és én úgy gondoltam, hogy erről meg nem akarna maradni a társaság, hogy megnézze a törpék mérkőzését. Igen. Ki akarna lemaradni morgó cseleiről? És utoljára morgó a sztárjátékos. Na nézzük, morgó van, mi a terv az edzőnek. Valami halálos tervet sző úgyis fejébe.
Nagyon lefogtak a törpék mindenkit. Egy ember van szabadon. Az is visszamegy fogásba. Biztos, ami biztos. Én is azt mondanám, Zoli, az egy nagyon jó megoldás lett volna kicselezni és passzolni. De az AI-t ismerve itt blokkok mindenek felett. És újra dobja. Grumpit leütik. A lóner azért összejött az AI-nak. Ha. Lehet forgó meg akar futni. Morgó, Forgó ha. tudom volna. Ja. Morgó szalad előre a paszt kapni. Igen, Zoli, ezek nem a touchdownról szólnak ezek a meccsek itt. Egymás barátságos hátba és orba veregetésére. Na nézzük. Ó, és fekszik. Oh. Ez igen. Az egy kockás csoda. Nem csoda, de ott volt. Még egy embere van szabadon. Kettő is, bocsánat. Egyen rá tud fogni a labdára. De Blitz ott a bal oldalon. De inkább az egy kocka, az a biztos. És már rajta is vannak a labdán. Na nézzük, Drinkivel mit tud egy kockával. Hú, köszönjük szépen. Egy kocka sok is neki. És a szikla. Nehogy taposson. 9 pluszra. 9 pluszra tapos. Ez csak rosszul jöhet, sülhet el. Na igen. Azért a páncélben volt. Páncélben volt. Az éles szemű bíró, hogy kiszúrta. Egy kockás vissza. Egy kockás vissza blokk, és megdobta a lónert. Láttad? Láttam. Megdobta a lónát, és ugyanúgy fölvette ezt az egykockás kesztyűt az AI. Easy törpe blokk. Ja, erre az évre megvan az egy testányuk. Aha. Nem sietnek, nem sürgetik. Az idei touchdown meg volt.
forgó, oda megy segíteni, az jó. Gárda. És a két kocka. Ó. Ó, és lent van. Lent van a blitzer. A labda pedig előre fele pattant. Az nem olyan rossz. Grabbi! Grabbi! Gyere, nyom rá, nyom rá, Grabbi! Menj rá a labdára! Megrírollozza! Felvette! Grabbi az univerzális játékos. Mint Morgó. Leüti a labdás játékos, majd kicselez és fölveszi a labdát. Easy. Még nem is tapostunk ebbe a körbe, ugye? Nem, majd most. Jönnek az egykockás blokkok. Kezdjük drinki vállá. Az jó, vagy a pálya széle fele gondolom. És csak megy a pálya széle fele. Blokk nélküli. Gimli. Gimli sérült. Gimli eleve csökkent ügyességgel rendelkezik. Egy Nigling sérülés. Az gyógyítani kell, ha be akarjuk tartani ezt a játékost. Hát meg kettő gyógyító van. Easy. Ó, vagy még egy ügyesség, vagy egy Nigling. Legyen az egyes ügyesség. Legyen az egyes ügyesség. Válaszd az egyes ügyességet. Török nyak. Az az, igen. Igen. Minusz kettő ügyesség egy runnernek, akit azért tartanak, mert ügyes. Egy kockás blitz. Szá, grampira, hülyeség. És nem reroll, azt meg érdekes. Kicsel ez az AI, hogy elmehessen 1000 méterre. Ja, az lesz most már, Dani, igen. Egyes agility-vel kell majd. Jönnek a sima blokkok. Hát Atom akar segíteni Grampinak. Na, ott is van a tiszta csillag. Na, én csak egy videót oldalok. Azokkal nem tudjuk. Mi van, egyszer vétlenül berúgtál, vagy mi? Ja, nem ide tartozok. Egy nem kocka, kellett egy easy. kocka, vigye be inkább Grumpy. Grumpy a touchdown szerző srác. És ott is van, és ott is van Grumpy. Gratula. Easy.
Mondom, ami olyan, ami szeretnétek, hogy highlightos legyen, azt nyugodtan klippeljétek, légy szíves. Aztán összerakunk egy fan favorite-et is, ha úgy alakul. Az idény legjobb mozzanataiból. Fogynak a törpék, mondjuk ők csak az, amiatt, hogy kiállítják őket. Ja, meg az egy sérülés. Kövedobás, nézzük kit, mikor, hol. A hátsó bekket, aki a labdát akarta elkapni. Az, ami törpesúnyulás volt itt ebbe. Sikerült megfogni. Elhasználta az utolsó rerollját az AI viszont. A loner blokk. Kezdi a nagy... Trinkivált le akarták ütni. Na itt a lehetőség blitzelni a labdát. Ja, ha minden jól összejönne, akár még egy harmadik touchdown is lehetne. Meg ha egyáltalán rá akar menni a labdára. Hát ha rá akar menni a labdára, ha vannak ilyen tervű, vagy ilyen irányú tervei. Bent a páncél. Stand. Egy kocka, segítséget oda visz, két kocka, easy. Mondjuk így csak az elsőnél. Rikvának lehet, hogy ez is elég. Nem, nem elég. Jön az egy kockás folytatás. Ó, az már jó. És a hátvédek szaladhatnak felfelé. Húha, megrizikózunk egy gófelitot. Ó, és megvan. Na nézzük a blitzer, rámegy a labdára. De nem tud elég elmenni. Hogy? És régen kell menni. Megvan. Na nézzük, nézzük. 2 plusz 3 plusz. Ó! Csak megpattintotta a fekvőjátékos fején egyszer. Lehet, hogy az volt, hogy föl is vettem egyébként, csak itt tung, hozzávágta a fejhez, aztán visszapatalóból kapta.
Az nem gáz, hogy ott a labda az AI-nak. Az AI fölvet a törpe stílust. Hogy így. Tudjuk, hogy van labda, de minket az nem zavar. Na nézzük. Lesz-e mindent elsöprő 3-0? Eddig jó. Az rizikós, mert hogyha csak löki, akkor a második az már góforítos. De nem. Nem! Leütött helybe. Nem! Helybe kellett volna ütni! Ó, Grumpy az irgalmas. Grumpy az irgalmas. Odin nézi merre. Keresi a passz lehetőségét. Ó, nem szükséges, úgyse tud bemenni. Akkor kár rizikózni. Kár rizikózni! Minek? Hát de minek? 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 Na, köszi a klippet. Érdekes, még a Twitch linket se akarta engedni. Nem. Na nézzük, mennyire érdekli a labda az AI-t. Egy páncéltörés. Gyaloggalopp is fekszik. Mondjuk lehet, hogy ezek már csak tudod, így lefekszenek direkt, hogy itt a meccs vége, már mindegy. Ja. Kicsit lefekszenek pihenni. Hát meg amennyi touchdown-t vittek, ki tudja mennyit ittak. Mennyit ittak, elfáradtak. Szusszadnak egyet. Na nézzük, akar-e bármit csinálni, mielőtt beviszi a touchdown-t, ha beviszi a touchdown-t. Még egy jó egykockás blitz. Runnerrel, akinek nincs blokja. Grumpy, egy kockás blokk. Ó. Gratula. Egy újabb korsó. 3-0. Nem csak látványosan, de megalázóan is győzi le a törpe csapata az AI-t. Easy. Még egy pár korsó. Helmut a másik oldalon a legjobb játékos, az vicces. Odin, Odin a touchdownja mellé, szerintem ez maradt meg itt a nézőkbe. Ő lett a legjobb játékos itt a végén. Ezzel fejlődik is. Ó, gratula. Minden szempontból elég jó mérkőzés volt. Na, megnézzük, hogy akar-e Parzi velünk beszélgetni? Mondjuk itt is van, csak le kell venni neki a mute-ot. Ráírsz?
Hogy ne? Hogy ne? Hello! Ah, itt is van. Szia, Parzi. Hello! Látványos, szórakoztató és pontokban gazdag mérkőzés volt. Gratula! Végre! Az első meccs, amit megnyertem, de szerintem az utolsó is. Atya világ! Grampi nagyot húzott ott azzal a... Azzal a... Az a logréval, vagy mivel? Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem. Az ogréval leüti a labdás játékost, és kicselez, és felveszi, és szalad. És az utolsó? Odin vagy Kis? Azt Odin. hiszem Odin volt, Odin. igen. Felveszi, nem sikerül, lepattan az ellenfélre, vissza hozzá és megfogja. Az ellenfél fején pattintotta meg a labdát, úgyhogy... Hát úgy volt vele egy látványosabb és érdekesebb. Szimplán felvenni, az egy kicsit olyan nye. Most figyelj, nem látványosabb az, hogy felveszem, hát úgy csinálok, mintha nem sikerülne hozzá, meg a másik fejhez visszapattan, és na, akkor most már lehet szaladni. Így van. Nagyon jó volt. Atya világ! Nem véletlen Odin lett a legjobb játékos, ugye? A meccsen. Ez a nézőkben megmaradt ez a mozzanat. Ez Hogy meg. tetszett a meccs belülről? Mennyire tűnt Jó könnyűnek? volt. Könnyebb volt, mint hogyha player ellen játszottam volna, de azért így is feladta a leckét, amikor megpróbált megszaladni. Úgyhogy hogy fogjon vissza, úgyhogy ne tudjon semmi hasznosat csinálni, és ahhoz képest eléggé jól jött neki a lépés. Csak a törpék erősebbek voltak. Meg sokat segített ez az ogre halál is ott az elején. Azt azért is próbáltam erőltetni. A nagy darab, én megmondtam, ami nagy, azt ütni kell. Most sikerült. Papi most oda tette magát keményen. Ez egy egész jó meccs volt neki is, Odinnak is, meg még mindenkinek. Hát remélem, hogy mindenki jól szórakozott. Én írtóra élveztem. Egy kicsit sajnáltam, hogy az opponentem a gép volt, így vele nem tudtam kommunikálni, de ettől függetlenül szerintem jó volt. Volt pár érdekes. Így már csak azért is, amikor már minden fontosat leléptem, mondom, megpróbálom ezt az ellenfél válasz dolgokat. Nem jött ki jól belőle a dolog, de neki tudja. A múltkoriak után már semmit nem lehet tudni. Így van. Na, Úgy jó voltam meccs vele, volt. hogy majd a közönség az hát, hogyha értékel ez ilyen brave move-okat, de most a törpök azok kitettek magukért. Az elektromos kezelés jót tett, azt hozzá kell tenni. Meg én is egy kicsit talán jobban bíztam bennük, mint az előző meccsbe, és így oda tettük, ahova oda kellett őket, megtettük, amit meg kellett, ütöttünk, amit ütöttünk. Az a két kiállítás nem esett jól, de jót tapostak a srácok. Többet kell fizetni a bírónak lehet legközelebb. Úgyhogy... Na, úgyhogy ott nem játszunk. Piszkosan játszunk, de ennyire nem. Ja. Jó van. Köszönjük szépen, Parzi. Jó meccs volt, jó szórakoztunk. Sok Én sikert a köszöntöm szépen. következőhöz is.